Hát üdvözlök mindenkit! Most az ötödik adás a Mi történt a tudománynak videós verziójának. A mai nap a evolúció gyorsaságáról szeretnék egy rövid kis hírt hozni. Az evolúcióval kapcsolatban általában az szokott lenni az elképzelés, hogy egy nagyon lassú folyamat, hiszen millió éve szoktuk mérni azt, hogy különböző nagyobb csoportok megjelennek, esetleg uralkodnak a Földön, aztán kevésbé prominenssé válnak. Meg a saját fajunknak a történetét is millió évbe szoktunk mérni, csak a megjelenésünk óta eltelt, vagy 200 ezer év. Ehhez képest ez az evolúció sokkal gyorsabban is lezajolhat, és nem csak nagyon, hogy mondjam, pici élőlényekben, mint mondjuk egy baktérium, hanem több sejtőekben is, mint mondjuk rovarok. Mit értünk gyors alatt? Hát a gyors az évek, 10 évek, 100 évek, az elég gyors lenne. A kezdek van, és meg is lehetne figyelni. És olyan hírt hozok, hogy nemhogy évek, hanem hónapok alatt történnek evolúciós változások ecetmuslincákban. Az ecetmuslinca, vagy Drosophila melanogaster, az egy modellorganizmus, nagyon egyszerűen tartható, és hát több mint 100 éve számít a genetikai, és így aztán a fejlődésbiológiai és evolúciós kutatásoknak is egy meghatározó modellorganizmusának. És ezeken kísérleteztek, és a kísérlet az az volt, hogy rakjuk őket be egy kethecbe, a kethec elég nagy volt, ilyen 2x2 méter nagy, ebből legyen 10 darab, hogy párhuzamosokat is nézzük, és ahogy meg a normális természeti körülmények között, vannak, ahogy minden egyes ilyen kertész belsőjén van egy kis barackfa. Ez mégis amilyen természetes legyen a környezetük. És ebben ők érdekelnek. Hozzáteszem, az eszet muslincának azért viszonylag rövid lehet a generációs idő. Nagyon optimális körülmények között, mert akár egy hét is, amúgy még egy kicsit azért hosszabb, de hogy akár sokkal hosszabb is, ez hőmérséklettől függ, kaja ellátottságtól és hasonlóktól. De lényeg az, hogy az alapvetően rövid a generációs ideje. Maga a megfigyelés az júliustól ment november legelejéig, és a kettő között viszonylag sok generációnyi eszetmuslinca felnőhetett ezen a helyen, és azt nézték, hogy van-e valamilyen fenotípusos változás, tehát van-e valami olyan változás bennük, ami ez az idő alatt, ami jól megfigyelhető. Amit néztek, az, hogy mennyi petét raknak, mekkora méretű meg a tojások, amiket raknak, milyen gyorsan növekednek föl, mennyire tűrik az éhezést, mennyire tűrik a kiszáradást, és mennyire tűrik a hideget, hogy ők nem melegvérűek, mint mi, hanem hidegvérűek, tehát amikor nagyon hideg van, akkor egy ilyen kicsit fagyott, semmitevő állapotba kerülnek, és akkor azt nézzük, hogy milyen gyorsan képesek úgymond felmelegíteni magukat. Akkor mondani, hogy mikor a külső hőmérséklet elég meleg, milyen gyorsan lesznek inaktívak. Ezek különböző tulajdonságok, ezek mérhetőek, és azt nézik, hogy van-e valami változás ebben, ezzel párhuzamosan van-e valamilyen genetikai változás bennük. Nem kell új tulajdonság, tehát nem az a kérdés, beszéltük, hogy megjelenik-e valami új tulajdonság, hanem az a természetes diverzitás, ami megvan az élőlényekben, ezekben a populációkban, az valamennyire változik valamilyen irányban. Hogy alapvetően az evolúciónak a definíciója az, hogy öröklődő tulajdonságok gyakoriságának változása az időben. Tehát ha valami öröklődő tulajdonság itt genetikai, ez alja gyakoriságoknak a változása megtörténik, és ez jól prediktált olyan szempontból, hogy mind a 10 párhuzamos kísérletben hasonlóan figyeljük meg, jól korrelál azzal, hogy milyen a külső környezet, akkor mondhatjuk, hogy itt van valamilyen evolúciós változás. Egy dolgot még ki kell zárnunk, mert hogy az, hogy általában egy élőlény, aki akár több generáció is lehet egy éven belül, amely éven belül ugye itt a mérsékelt övben sokfajta környezettel találkozik, mert nyáron meleg van, meg ősszel ugye
kicsit már kezd hűsebb lenni, meg máskor van inkább csapadék, máskor meg nagyobb a szárazság. Ezt általában nem úgy gondoljuk, hogy vagy egyfajta evolúciós változással követik ezt a környezetek ezt a változását, hanem úgynevezett fenotipikusos plaszticitással. Fenotipikusos plaszticitás az azt jelenti, hogy ugyanazon genetika mellett különböző környezetben különböző lesz a fenotípusa az élőlényeknek. Ami azt jelenti, hogy nem kell megváltozni a genetikájának, ennek én a környezet, ez mégiscsak képes olyan szempontból alkalmazkodni, hogy hát, ha a külső környezet más, akkor ő maga is másmilyen külső tulajdonságokat, tehát ezek részletes fiziológiai tulajdonság mutat. Hogy lehetett kizárni, hogy egy fenotípus pasztításra van szó, nem csak az, hogy a genetika változott, hogy megnézték a genetikát ez az élőlényeknek, hanem azt az érdekes dolgot csinálta, hogy néha mintát vették a populáció, hogy elég nagy populációkról van szó. Itt ilyen 100 000-es számú drozofila is lehet egy-egy ketrecben, ha terüket nyugodtan szaporni, kaja volt, úgyhogy viszont nagy populáció, de ami azért fontos, hogy ki lehessen zárni azt, hogy nincsen sodródás, és ki lehetett zárni, ezt nem is kell hosszabban beszélni. Hanem úgy zárták ki a fenotípusos plaszticitás, hogy amikor mi vettek belőle mintát, vettek valahogy egyedet, azt bevitték laboratóriumi körülmények között, azaz mindenhonnan, minden időben ugyanolyan standardizált laboratóriumi körülmények közé vitték őket, majd 3 generáción keresztül 4 évben beltenyésztették. Tehát, hogy nagyon egymás között pár egyet szaporodhatott, és akkor megnézték, hogy mutatják-e még a fenotípus, milyen fenotípus mutatnak. Ugye itt a környezet már teljesen állandó volt. Ha valamilyen a környezet által megváltoztatott tulajdonságot, tehát a környezet egyfajta egy ilyen inputként, vagy hát jelzésként szolgál, hogy milyen legyen a fenotípus, akkor természetesen a standard könyvek között standard fenotípusnak kell, tehát hogy annak megfelelő fenotípus kell volna, nem olyan, mint a mi genetikai meghatározott, ott mindegy, milyen. Ha úgy genetikai meghatározott, hogy a genetiká, bizonyos genetikának bizonyos fenotípus felel meg, egy másik genetikának egy másik fenotípus felel meg, akkor ugye azt kell tapasztalnunk, hogy hiába lehet ez egy standard körülmények között felnevelve, azt a fenotípus fogja mutatni, amiből ő jött, úgymond, tehát ami az ő genetikájának megfelel. A 3 generációt meg azért, hogy azért generációkat várni, hogy tényleg tehát ő ne a szülői generáció ugye még adhatott az a környezet, ahol amiben ő felnevelkedett, akkor mi van, hogyha az valami befolyásolhatja a következőt, ezért vártak valamennyit. És azt mondják, hogy nem, nincs mögötte fenotípikus plaszticitás, azok a tulajdonosan tényleg szépen öröklődnek, és tényleg megmutatkoznak, tehát később magát a fenotípikus jelleget már a laborban határozták meg, és az is változott az időben. A legtöbb ilyen jelleg különben ezen periódusban alapvetően nőtt, tehát az, hogy hány tojást raknak, a tojásoknak a mérete, az, hogy a hideget mennyire tolerálják, hát ugye egyre hűsebbek lesznek, és hogy mennyire viselik a éhezést. Érdekes módon a szárazságnak a tűrése, és az, hogy milyen gyorsan melegednek, az nem egy ilyen egyesen nőtt volna, hanem volt valahol egy maximum vagy egy minimum ebben. Hát még a szárazság az ugye az augusztus környékén a legnagyobb, és akkor ott a szárazság túl is akkor volt a legnagyobb. Nem havonta, tehát valami 5-ször vettek mintát a populáció, aminek a genetikát is meghatározták, és megnézték, hogy hol vannak olyan gének, amelyben látszanak valamilyen tehát hogy nem a genetikai összetételben változás, tehát hogy valahol az allélok gyakorisága elmozdul jól meghatározható módon mind a 10 replikációban hasonlóan. Ezek általában valahogy vagy az idegrendszeri fejlődéssel kapcsolatos, bizonyos viselkedési dolgokkal kapcsolatos gének, vagy valamennyire a sejsejt kommunikációs, tehát ilyen signaling útvonalakhoz kötöttek. Ezek viszonylag magas szintűen tudják egy élőlénynek az egész működését befolyásolni. Itt azért nem ilyen mikroműködésről van szó, hanem sok tulajdonságot kell egyszerre befolyásolni.
Tényleg, és mondd ilyen tulajdonságokat találtak ilyen genetikai helyeket, amelyek ténylegesen változtak, így akkor persze az is mehetett mutatni, hogy igen, itt van mögötte az allergiagyakoriságnak egy változása, ilyen rövid idő alatt is, hogy 4 hónap. Hozzáteszem, hogyha csak azt nézték volna meg, hogy az első időpont, júliusban, amikor kijelesztették őket, meg aztán novemberben, amikor abbahagyták a kísérletet, utána egyébként jön a tél, és akkor kevésbé lesznek aktívak a dozofilák, akkor a kettő között nem biztos, hogy találtak volna akkor a különbséget. Ugye mondtam, némelyiknél ugye a különbség visszaváltozik. Másik mondhatjátok azt, hogy na jó, de akkor megint a következő évben megint erről fog jönni, és akkor most ez mi van? Nagyon megszoktuk, hogy az evolúciós kísérletek azok olyanok, hogy van valamilyen környezet, amihez adaptálódni kell, ami most hirtelen új, akkor az élmények megváltoznak, ahhoz lesznek jobb, és akkor ez az új környezet lesz majd a következő idők végezeteig, hát a következő 100 évig vagy 1000 évig, ami az a környezet változatlan. Viszont vannak olyan környezet, amik változnak, mint például egy évszakok miatt a mi éghajlatunkon is. Lehet mondani, hogy ez a változás ez nagyon jól pedig tátos számunkra, hát ugye most lassan már várjuk a tavaszt, speciál most a 20 fokok környékén is lehet a következő napokban, de hát ezt nem biztos, hogy minden élőlény rá tud nézni a naptára, és meg tudja mondani, hogy jó, akkor nem sorában is tavasz lesz, hanem lehet az, hogy ő változik, de ugye másfajta szelekciós nyomás lesz rajta egy tenyész időszak az elején, tehát nyáron, és más lesz rajta ősszel, vagy azt jelenti, hogy bár ezen időszakban fontosan változik a genetikai összetétel az egész populációnak, nem fog egyetlen változat se kiveszni. Persze folyamatosan egyre hidegebb és hidegebb lenne az éghajlat, de úgyhogy egyáltalán hideg, nem az, hogy nem úgy tudunk, hogy jöntél, meg nem jöntél, akkor lehetne egy hosszú távú változást. Így azt látjuk, hogy az éveken belül igazából nagyon nagyobb a változás, mint az évek között. Megmarad mindenfajta változat, mert arra változatra van, hogy valamikor megint ő lesz pozitív szelekció alatt, ha nem lenne, akkor persze kivesznek, de lesz. Viszont az éven belül, hol egyik tulajdonság az erősebb, és akkor abból hirtelen több lesz, aztán majd a másik tulajdonság lesz erősebb, és akkor abból lesz több. Összefoglalva itt arról van szó, hogy akár hónapos időskálán is változhat az allergiagyakoriság, tehát a genetikai összetétele egy populációnak, itt most az ecet muslincának, azáltal, hogy ahogy változik az évszakokban a időjárás, külső környezet, úgy más és másfajta tulajdonság lesz előnyösebb vagy hátrányosabb. Egy is lesz annyira előnyös, annyira hátrányos, hogy letális legyen, hogy valamilyen tulajdonság, vagy valamilyen allén elveszem, de valamelyiknek nőni fog a gyakorisága, másnak meg csökkenni fog. Mindezt nagyon jól prediktáltó és egyértelmű, tehát egyfajta irányban a 10 párhuzamos pont ezért volt bevezetve, hogy azt lássuk, hogy ugyanaz történik. Ez nem csak a véletlennek az okán van, nem egy példa van rá, akkor 10 példa. Ez volt az érdekesség mára. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!